Szeptember 8-a Mogyorósi János születésnapja. A Gyulai Könyvtár életében már hagyománynak számít, hogy ezen a napon mintegy tisztelegve az alapító munkássága előtt ingyenes beiratkozást tartanak. Emellett egy irodalmi estel is készültek a szervezők. Az eseményre Béres Attila, író, költő, forgatókönyvíró saját munkáiból készített válogatását mutatta be az érdeklődőknek. A rendezvényen Steiger Vadréka működött közre. Az Estházi gazdájaként Durkó Károly beszélgetett az alkotóval. A Steiger Vad István festőművész keresett meg azzal a gondolattal, hogy Gyulára látogat Béres Attila, aki egy nagyon ismert, az 1970-es években igen népszerű versíró, költő, forgatókönyvíró volt, és akinek nagyon sok darabját rock és folk együttesek is megzenésítették. És adott volt az ötlet, hogy mi lenne, hogyha már Gyulára látogat, akkor lenne egy szép irodalmi est, ahol találkozhatna a gyulaiakkal, és kaptam egy felkérést, hogy ezt az estet vezessem le, aminek örömmel teszek jelen pillanatban eleget. Béres Attila 17 éves kora óta ír. Az évek alatt számos műfajban kipróbálta magát, a versektől kezdve a novellákon át, egészen a színházi és filmes forgatókönyvírásig. Egyik legemlékezetesebb munkájának az Egri csillagok musicalt tartja, ami idén ünnepelte a 25. évét. Ehhez kapcsolódóan elmondta, ritkaságnak számít, hogy egy színdarabot kihagyás nélkül ennyi éven át műsoron tartsanak. A Gyulai Irodalmi Estre egy vegyes válogatással érkezett. Amit most ide meglepetésként hoztam, az egy hangjátéknak, ami színszal egyfelvonásos színdarabnak a rövidített változata, az most nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon remélem, hogy itt lesz idő előadni. Béres Attila elmondta, jelenleg egy novellás köteten dolgozik, mely az 50-es években játszódik, és egy gyerek szemszögéből mutatja be a józsefvárosi emberek életét.